Vágó Sebestyén vagyok, a Jobbik Komárom-Esztergom megyei elnöke, Tatabányai képviselőjelölt és megyei listavezető. Megyes Tamás képviselő úrhoz lenne egy kérdésem, hogy mi a véleménye önnek a mentelmi jog eltörléséről? Nos, én a mentelmi jog eltörlését a magam részéről kimondottan ostobaságnak tartom. Én csak egyetlen vagyok a mentelmi jog kedvezményezettjei közül 2006-tól. De azt mondhatom, hogy nekem nagyon sokat segít. És nem abban, hogy az önök kárára tegyek, lopjak, csaljak, hazudjak, abban, hogy ne tudjon bármilyen őrült, bármilyen gazember, hamis tanúkkal, lefizetett emberekkel, lefizetett hatóságokkal. Tetszenek tudni, hogy működött az elmúlt 8 évben a magyar állam igazságszolgáltatása? Nekem bőven van róla tapasztalatom, hogy hogy működtek bizonyos rendőrök és bizonyos ügyészek. A mentelmi jog azért van, hogy egy jól szervezett akcióval ne lehessen tönkretenni politikusokat, ne lehessen közéleti szereplőket a választások előtt néhány hónappal előzetesbe csukni. Higgyék el, ha most nem lett volna a mentelmi jog, persze ez a jobbikosokat kevésbé érdekli, hiszen ők új parlamenti szereplők kívánnak lenni, de egy választási ciklus múlva már őket is érdekelhetné. Egy tisztességtelen hozzáállással, ami a szocialistákkal azért szerintem napnál világosabb, hogy jellemző, és nem 8 éve, hanem 60 éve, meg lehet úgy szervezni az állami hatóságok egyes szereplőinek munkáját, hogy a választások előtt előzetesbe kerüljön mondjuk a legfőbb rivális, éppen most a Fidesz 50 politikusa. És akkor nincsenek választások. Azt hiszük, hogy vannak választások, formailag vannak, de mindent eldönt ez a gépezet. És ugyanígy, képzeljék el, hogy a Fidesznek kétharmada lesz, és 4 év múlva nincs mentelmi jog, és van olyan aljas fideszes a kormányban, aki visszaél ezzel, és jobbikosok tömegei ellen indít eljárásokat. Én azt gondolom, természetesen a Fidesz és az MSZP az ég és föld, és nem is lehet a kettőt összehozni. Ez csak egy elvi lehetőség volt. Amit én szeretnék mondani, az az, hogy a mentelmi jognak az a szerepe, hogy ez ilyen esetekben a demokráciát védje, a választás szabadságát védje, és kreált ügyekkel ne lehessen embereket félreállítani, meghúzolni. Ennek ellenére így is rendre megtörténik ez részbeni sikerekkel. A mentelmi jogot bizony ezeknek a közszereplőknek meg kell tartani, sőt, személyes véleményem. És talán majd próbálok is ebben valamit kezdeményezni, hogyha a frakcióm ebben támogatja a véleményemet, hogy bizonyos nagyságrendig a polgármesterekre is ki kéne terjeszteni. Én 2002 és 2006 között 4 év alatt 30 ügyben voltam gyanúsított. És esküszöm önöknek mindenre, ami szent, hogy teljesen ártatlanul. Most is van olyan, nem muszáj elvinni, de ezt tudom mondani. Ne, engedjék meg, hogy így is túl sokat beszéltem erről, hogy fenntartsam a véleményemet, a mentelmi jog fenntartása mindannyiunk érdeke, sőt, ott tart a politikai marketing és az aljas eszközök. Annyira divatba jöttek, hogy még többeknek lenne erre szüksége, jó néhány vidéki polgármesternek is.